Dancsházi nagy Tamás honvédos tanítványon először is végigverte saját válogatottját. Kezdte a nyolcad döntőben az egy héttel korábbi vilagpagyőztes Andrásfi Tiborral, majd folytatta Nagy Dáviddal, végül befejezte Koch Mátéval. Ráadásul valamennyi asszóban igen magas színvonal teljesített, miként a döntőben is, bányai zsombor ellenében. Azt az asszót 8-10-ről hozta 15-12-re, majd a jogosan járó gratulációkat követően így nyilatkozott. Nagyon akartam nyerni, és nagyon örülök, hogy sikerült. Régóta nem sikerült nyolc közései jutnom idehaza, verseny pedig 2020 Heidenheim óta egyáltalán nem nyertem. Márpedig az remek érzés, és szükséges, hogy erőt adjon a további feladatokhoz. Az igazság az, hogy a Berni világkupa előtt is ugyanazt az erőt, energiát éreztem magamban, és szerintem jó formában voltam, a csapatversenyen sikerült is ezt bebizonyítanom. Most megint élveztem a vívást, és őszintén hiszem, hogy ez így megy tovább először a Vancouveri világkupán, utána pedig az országos bajnokságon, aztán meg az összes többi versenyen. Nyilatkozta az olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely.